gyulaj szó hallatán a vadász szívű ember rögtön a magyarországi dámszarvasok bölcsőjére asszociál. A hazai dám állomány őshazája itt található. Ide kirándulunk most a Tamási mellett szervezett trófea szemle eseményére. A rendezvényen azonban nem csak a dámoknak jutott főszerep. Tamási határában vagyunk a Miklósvári parkerdőben. Ez egy tradicionális rendezvényünk minden évben. Itt igyekezünk bemutatni az adott évben, az adott bőgésben és barcogásban elejtett gím és dám trófeáinkat. Ez egy összevont trófeaszemre, ami teljesen nyitott. Családbarát rendezvény, kutyabarát rendezvény. Nagyon sok gyerek el szokott ide hozzánk látogatni. Igyekszünk is nyitottá tenni a rendezvényt, hogy minél több látogató megláthassa azt, hogy mennyi trófánk és Tolna vármegyében milyen jó minőségű dám, illetve gímállományunk van. Ez a rendezvény erről szól. Amit kell tudni az itteni területről, kifejezetten a gyulai területről, amelynek a határában vagyunk most, az az, hogy gyakorlatilag a dám bölcsője ez a rész. 70-es, 80-as években volt egy kifejezett állami program, kifejezetten arra, hogy az itteni jó genetikájú dámállományt azt elterjesszék, gyakorlatilag széttelepítsék Magyarország több területére. Így méltán nevezhetjük ezt a részt a dám hazájának és bölcsőjének. Nem csak Magyarországon belül, hanem külföldre is kerültek gyulai dámok. Ez azt jelenti, hogy több mint 6000 élő egyedet fogtak be, bikát, tarvadat, mindent, és ezt az ország különböző területeire széttelepítették. Úgyhogy gyakorlatilag, ha az ember dámot lő Magyarországon, akkor nagyon nagy az esélye, hogy annak az ősei azok valójában gyulairól származtak. Itt, aki kilátogatott ma hozzánk, hogy 110 darab gím és dám trófeát láthatott összesen. Ebből 65 volt a dám és 45 a gím. És hát idén olyanokkal is büszkélkedhetünk, hogy 3 darab 6 kg feletti dám trófeát is sikerült elítékre hozni a vadászoknak. Ebből a legnagyobb az 6 kg 40, a második legnagyobb 6 kg 35, illetve egy 6 kg, kereken 6 kg-s dám is a kiállításra került ma, de gímre is büszkék vagyunk, a legnagyobb az 13,65 volt, ami óriásinak számít, a második legnagyobb is 12 kg fölötti, úgyhogy ez mutatja, hogy Tolna vármegyének milyen jó adottságai vannak a nagyvad esetében, büszkén állítottuk ki őket. A vadászat nagyon közel áll a természethez, és mi úgy tekintünk a vadállományra, illetve a vadászatra, illetve a természetre, mint a teremtett világ egyik nagyon fontos értékére. Ennek megfelelően tudatosan és nagyon nagy felelősséggel is gazdálkodunk vele. Volt egy idő, amikor a vadászat egy szűk kör által gyakorolt tevékenység volt, ez egy kicsit zárt világ volt a külvilág szempontjából. Mi ezt szeretnénk tudatosan nyitni, szeretnénk főleg a következő generáció megérteni, hogy a vadgazdálkodás sokkal, sokkal több, mint a vadállatoknak a lelövése. Ez egy tudatos gazdálkodás, ami mellett értéket teremtünk és értéket mentünk. Úgyhogy szeretnénk azt is bemutatni ez mellett, hogy a vadászat, mint szakma, illetve az erdész, mint szakma, az mennyire fontos a jövő szempontjából is. Úgyhogy ez egy tudatos nyitás, szeretnénk a következő generáció megérteni azt, hogy mi nem azok a csúnya és gonosz bácsik vagyunk, akik agyolőjük a cuki kis állatokat, hanem mi ezzel tudatosan gazdálkodunk, mint amikor a mezőgazdász elveti a magot és egyszer learatja, mi is ezt csináljuk, csak mi nagy vadakkal és apró vadakkal más területeken. Részben ezért is a tudatos nyitás, hogy ezt szeretnénk ezzel egy kicsit formálni is a tudatát, főleg a következő generációnak, hogy kik is vagyunk és mit miért csinálunk. A vadászoknak van egy országimázsépítő szerepe is, tehát itteni trófeáknak, amiket elvisznek külföldre, vagy bárhova az országon belül, vagy országon kívül kerülnek, valóban egyfajta emlék, amit büszkén mutogatnak, és ezáltal óhatatlanul szóba kerül majd Magyarország, azon belül Tolna vármegye, azon belül helyi kollégák. Úgyhogy az itt látható trófeáknak, illetve az emlékeknek, amit a vadászok hazavisznek magukkal, elévülhetetlen érdemei vannak a hivatásos kollégáinknak. Tehát mindaz az élmény, mindaz az a vadász élmény, amit ők biztosítanak a trófea mellé a vendégeknek, ez nagyon-nagyon sokat épít az ország imázsán külföldön, hiszen ha ő neki pozitív élménye van, ő ezt magával viszi, és ezt meséli el rokonoknak, barátoknak, vadászbarátoknak, sportársaknak. Ezen keresztül gyakorlatilag mind Magyarország, mind a helyi emberek, illetve a helyi akár gasztronómia is mind felminősül, illetve jó hírnévben részesül.
Kraszna sétány néven indult fejlesztés Vásárosnaményban, melynek keretében a város és a Kraszna torkolat közötti terület turisztikai célú fejlesztését kívánja megvalósítani a település. A tervezett sétány a kilátó és a kialakítandó természeti környezet a Tisza-Kraszna folyók torkolatánál ötvözni a természet és a város találkozását. A Kraszna, mint természetes folyóvízünk, gyakorlatilag keresztül szeli Vásárosnaményt, érinti több ponton is a településnek a közigazgatási részét, és ahol most vagyunk, ugye ez az előkészület, az arra szolgál, hogy a következő években megnyissuk ezt a Kraszna sétányt. Ugyanis tapasztaljuk azt, hogy mivel a folyó jelenléte meghatározza az itt élők életét, ez egy olyan óriási lehetőséget jelentett, hogy a környezetismeret, a természetismeret és a természet szeretetének, illetve a táj és az itteni értékek megismerésének egy fontos helyszíne legyen, és majd ezen a Kraszna sétányon több úgynevezett checking point, ellenőrző pont lesz, ahol majd modern technikával, QR kódokos telefon segítségével nem csak a Kraszna folyónak, mint az élővilágát, a folyó élővilágát, hanem az itteni élőhelynek, az erdőnek, ártéri erdőnek az élővilágát is megismerhetik majd az ide látogatók. Elmondhatom azt, hogy a város és a vállalkozók szoros összefogásban vannak. Mindig el szoktam mondani, hogy a közintézmények, a vállalkozók és az önkormányzat hármas egysége olyan, mint egy háromlábú szék, az ad egy stabilitást a városnak. Épp ezért azon dolgozunk, hogy tudjuk bevonni ezt a csodálatos helyszínt, amerről mondjuk ki őszintén kevesen tudnak. Nagyon kevesen tudják azt, hogy tőlünk 800 méterre a Kraszna belömlik a Tiszába. Egy csodálatos torkolattal találkozhattak azok, akik horgászként már jártak arra, de hát nem mindenki horgászik. Ezért azt találtuk ki, hogy mivel kerékpáros barát település vagyunk, ezt a kerékpáros útjainkat hálózatba foglalva, egy pályázatba beilleszjük azt is, hogy hogyan tudunk lejutni a torkolatig, megnézni összekötve a kerékpározást a vízisportokkal, mondjuk a motorcsónakázással, mondjuk a kajakkenuzással. Épp ezért kidolgoztunk egy projektet, amely szerencsére nyertes projekt, amely keretében egy sétányt építünk ki itt a Kraszna partján, a torkolatnál pedig egy közel 40 méteres kilátó biztosít majd csodálatos látványt a természet kedvelőinek, és láthatják az erdő élővilágát, a mező élővilágát, és ezáltal mindenki egy lehetőséget kap arra, hogy kikapcsolódjon, hiszen a rekreáció nagyon fontos a mai rohanó világunkban, feltöltődjön, ráadásul ehhez nem kell autóval jönnie, hiszen a városközpontban vagyunk, de le lehet sétálni, föl lehet majd gyalogolni a torkolatig, föl lehet nézni a Kraszna hídra, sőt, le lehet menni egészen a Tisza partig is. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy akik ide eljönnek majd, azok visszatérő vendégek lesznek, hiszen ebben a városban az a szlogenünk, hogy aki egyszer már járt itt, jöjjön még egyszer. Ne azt mondja, hogy először is utoljára voltam ott, hanem azt, hogy megyek még. Az itt élők nagyon szeretik a Kraszna folyót, hiszen gyermekkoruknak meghatározó része volt, itt fürödtek, itt nőttek fel, másrésztről pedig ugye egy csendes, pihenő rész is a Kraszna folyó. Ezért gondoltuk azt, hogyha a helyiek számára meg tudjuk mutatni ennek a folyónak a titkait, ami az átlag szeméről el van rejtve, akkor ezzel még inkább el tudjuk mélyíteni a folyónak a szeretetét. Vadgazdálkodási szempontból ugye az egyik fontos, hogy ez egy itatóhely is, hiszen ha haladunk lejjebb és kiérünk a lakott területen kívülre, amíg a Kraszna folyó belecsatlakozik a Tiszába, éjszaka megfigyeltő például, hogy a gímszarvasok, őznek is feljönnek ide. Másrésztről pedig a vonuló vízi madaraknak egy fontos pihenőhelye, és van, amikor több százas réce csapatok ülnek itt a folyón is, és itt pihennek, itt töltik a telet. Láttuk már azt is, hogy kifejezetten ezért jönnek az itt élők, hogy megcsodálják a madarakat, és az utóbbi időben feltűnt nem egyszer a vidrának is a lábnyoma, tehát ilyen formában ugye ez egy fontos. Vadászati szempontból túl azon, hogy itató hely, másrészt ugye egy fontos élőhely is, hiszen az ártéri erdő az mindig is a vad számára egy biztonságot nyújtott, és az elmúlt években láttuk azt, hogy a nagy hőség, szárazság miatt azért a vízgazdálkodásunknak egy óriási jelentősége van, és meghatározza a jövőnket és a távlati célok között. Ez is szerepelne, hogy a Krasznának a vízhozamát sikerülne úgy hasznosítani, hogy a térség mikroklímáját, magának Vásárosnaményének a mikroklímáját is egy kicsit javítaná. Erdő Ernő bácsi meséi. Mi az az avar?
Bár mindenki azt gondolja, hogy az avar a lehullott őszi falevelek erdei szőnyege, pedig valójában ez a haraszt. Az avar az aszott, kiszáradt mezei fű elnevezése, amit nem kaszáltak le. Ami biztos, az avar vagy a haraszt is példátlan gazdaságú életközösség hordozója és védelmezője. Hiszen búvóhelye bogaraknak, tápanyaga korhadéklakóknak, gombák és csírák, baktériumok milliárdjainak lakhelye, tehát megkerülhetetlen része az élet nagy körforgásának. A hatvani kincsem tavak világa is magára öltötte őszvégi díszletét. Ilyen külsőségek közepette kezdjük meg itteni filmes cserkelésünket. A vízről felszálló párában egy elegáns megjelenésű szürkegém kutatja táplálékát, mely leginkább halakból áll. De időnként rákokat, kétéltűeket és rágcsálókat is elfogyaszt. Egy másik egyed nyugodtan pihenve gyűjt erőt a hajnali vadászathoz. Ez alkalommal vajon mi kerül terítékre? Elmondható, hogy ő az egyik legnyugodtabb madár, azonban ha zsákmány állat kerül a közelébe, azonnal átvált vadászüzemmódba. A tó másik lakója, a nagyobb termetű, fehér tollruhás nagy kócsag is keresgél. Mozgása egyre gyorsul, valószínűleg az éhség hajtja. A nagy kócsag igazán esztétikus látványt nyújt ellenfényben. Jól látható a kis kócsag és a nagy kócsag közötti méretkülönbség. A méltóság teljesen tollászkodó nagy testvér mellett a kis kócsag sokkal izgágábbnak tűnik. Lábával tapossa a hínárost, hogy a rémülettől megmerevedő kis halakat kiugrassza a vízi növények sűrűjéből. Módszere elég hatékony, így nem marad éhen. A gémfélék családjába tartozó kistermetű sárszalonka csőrét hosszú, vékony és érzékeny részek alkotják, amelyek segítségével könnyedén táplálkozik a mocsaras talajról vagy a növényi törmelékekből. Az étrendjét általában a talajról vagy a víz felszínéről gyűjtött rovarok, ízelt lábúak és vízirovar lárvák alkotják, de időnként halat is fogyaszt. A hortobágyi puszta csodával felérő őszi látványossága a daruvonulás. Október elejétől november közepéig itt pihennek meg az Észak-Európában nyaraló darvak Afrikába vezető útjuk során. A hatvani tavaknál több százas csapatuk figyelhető meg. Összesen mintegy 250 ezer egyed is megfordulhat a térségben. Utolsó képeink egyikén egy megfelelő pillanatban elkapott bogáncs lepke látható, amint téli hibernációja előtt még feltölti magát a lila virágú bogáncs nektárjával. No.
November 25-e egy szomorú időszakra emlékeztet. Egy olyan nap ez, amelyen a szovjet kényszermunkatáborokba deportáltakról emlékezünk meg. A nagydorogi római katolikus templomban 2012. április 15-én szentelték fel azt az emlékharangot, amely az elhurcoltakért szólal meg minden alkalommal. Az emlékharang elkészítését a Gulágot megjárt Zsúnyi Illés kezdeményezte. A harang, mikor szól, akkor szintén eszünkbe juttatja az ő nevét, akinek a jóvoltából ez a harang elkészült. Évente kétszer csak kimondottan 9 órakor a Gulágon szenvedőkért és ott elhunytakért szól a harang. Ez február 25-e, a kommunizmus áldozatainak a napja, meg november 25, amikor hazaengedték őket, legalábbis az utolsó transportot. Zsúnyi Illés a táborban eltöltött időszakról és a körülményekről feljegyzéseket készített. Az élet egyik legkellemetlenebb része a létszám ellenőrzés volt. Ezt függetlenül az időjárástól az udvaron végezték el. Sokat szenvedtem, mivel a cipő hiánya miatt mezitláb kellett sorba állnom. A számolás meg rendszerint nem akart egyezni. Ezért mindig újra kezdték. Az eső, a sár vagy havazás nem zavarta őket. Sokszor a végtelenségig eltartott az ellenőrzés. Megfelelő vízszerzési hely sem volt, ezért egy völgy katlanban gátat kellett építeni. A víz csak télen volt elfogadható, nyáron szennyezetté vált. A rossz minőségű víz miatt igen sok volt a megbetegedés. Géppisztolyok előtt álltam halálra ítélve, 40 fokos hidegben, dolgoztam orosz fogságban, megjártam a poklot a Gulágban, de végül hazasegített az Isten erőben. Amire figyelmeztet a harang, megbékélést, egyetértést, megbocsájtást, mert tulajdonképpen ez a békének az alapja. Az Illés bácsi is nem csak azzal szolgálta a falut, hogy harangot adományozott, illetve harang megöntését elindította, meg a pusztáncsai templom megépítését, hanem azzal is, hogy mindig itt volt Szentmisén. Tehát hirdette azt is, hogy bizony őt a hite hozta haza, vagy bevezetőben mondta. Tehát a példa, megbocsájtás, ragaszkodni, közösség az megőrzi az embert, és sajnos a közösségek azok kezdenek szétesni, a családi közösség, falu közösség, kezdenek lemorzsolódni az emberek, de Jóisten mindig hagy egy szent maradékot, amik földsója és a világ világosságaként üzemelnek, és másokat is arra hívnak, hogy jó ebbe közösségbe, jó az Isten házába. A történelem borzalmai ellenére az az erős hit, amellyel Zsúnyi Illés rendelkezett, mindannyiunk számára erőt és reményt adhat. Az erdőben folyó munkáknál a tavasz és az ősz az erdősítések ideje. Nyáron a fiatal állományok ápolása és tisztítása folyik. A tél a fakitermelések időszaka. A fagyott talajon a nehéz gépek közlekedése kevés kárt okoz. A hó megóvja a kis csemetéket a károsodásoktól, s mivel a fák télre levetik a lombjukat, sokkal áttekinthetőbb is ilyenkor az erdő. A munka könnyebb, veszélytelenebb. A fák kidöntése, darabolása és gajazása régen fejszével vagy kézi fűrésszel történt. Ma ezeket a munkákat a motoros fűrész mellett az úgynevezett harveszterekkel végzik,
amikkel egy szakértő kezelő irányításával mind a három műveletet egy folyamatban oldják meg. A másik nehéz feladat a faanyag rakodása és szállítása, szaknyelven közelítése, régebben kézi munkával történt. A fogatók, lovaskocsik feladata volt. Ma többnyire speciális közelítőgépek végzik, de mivel a ló a legkíméletesebb bontató az erdőben, használata ismét elterjedőben van. A nehéz meredek terepen előfordul még a kötéldaruk, kötélpályák igénybevétele is. Ezek használata biztosítja legjobban a megmaradó fák, a csemeték és a talaj kíméletét, hogy az erdő szinte sértetlenül kezdhessen hozzá újabb életciklusához, valamennyiünk javára és örömére. November vége. Ez a meglassúdott idő, a csöndes várakozás, a lezárult téli felkészülés időszaka az erdő. Nincs több tartalék a nyár vagy az ősz illúziójában. Alig egy-két hét, és már csak a puszta váz marad a nyári titkok helyén. Az állatvilágban is leállnak már a nagy folyamatok, a vaddisznók és a muflonok is telten, felkészülve várják a tél beköszöntét. A lényeges események, a párzási, ellési időszakok már lecsengőben, minden részvevőt egyfajta különös béke jár át. Lassan-lassan leáll a világ tekintélyes része, hogy átaludja, átvészelje a most következő hideg inség időszakát, a kékek, fehérek, feketék csöndes magányát. Nos, vaddisznóban a jelek szerint nincs hiány szélese határban, pontosabban erdőben. Ellenkezőleg, egyre nagyobb mértékben szaporodik túl hazánk-e fontos nagyvadja, annak megfelelő kártétellel is jelezve mind nyomasztóbb jelenlétét. Tisztességes méretű, jól táplált, termetes egyedekből álló kondák kerültek kameránk útjába. Jócskán volt időnk békésen szemlélni a lassan tovább vonuló díszes társulatot. Mégis minél, mit teszik egy vaddisznó? A növényi táplálékok fölénye egyértelmű az étrendjében. A növényi anyagok között a föld feletti lágyszárú részek és levelek fogyasztása rendszeres, de a termések, magok időszakos elfogyasztása is jelentősnek mondható. A föld alatti részek, módosult raktározó szárak, gyökerek, falatozása változó. A természetes elterjedési területen a mezőgazdasági növények, még a betelepítési régióban a veszélyeztetett állatfajok fogyasztása kiemelkedő. Mindkét típusú területen elfogyaszthat emlősöket, madarakat, hüllőket, kétéltűeket, rovarokat, gilisztákat, rákokat és csigákat. Csak havat és ónos esőt ne, kérlelnek a muflonok, akik egy korzikai télpótléknak sokkal jobban örülnének. Most is, ameddig csak lehet, önfelett legelészéssel próbálják elhitetni magukkal, itt állandóan tavasz lesz. De nyilván ők is azt tapasztalják, nincsenek magukra hagyva az igazi bajban. A legnagyobb gyűjtögető, a télre leginkább készülő ember, ugyanis rájuk is gondol. Etetésükkel biztosítva túlélésüket a nehéz pillanatokban. Az év ideje lassan lejár, hogy némi pihenő és befagyott magány után helyet adhasson az új indulás tisztaságának. Szerencsések vagyunk. Csak a mi éghajlatunk képes arra, hogy egyetlen év besűrítse
és így állandóan érzékeltesse velünk a földi élet minden szakaszát, születéstől a halálig, elmúlástól a megújulásig.